Köszöntöm a szubjektív nézőit. Itt a nyár a jó idő, a szabadságok időszaka, aki csak teheti, nyaralni megy. Egy dologra azonban fontos odafigyelni, ez pedig a biztosítás. Az ezzel kapcsolatos részletekről beszélgetünk mai vendégemmel, Kádár Krisztián biztosítási szakemberrel. Üdvözlöm a stúdióban. Üdvözlöm Önt is, üdvözlöm a szubjektív nézőit. Tehát, ha nyaralásról van szó, ajánlott biztosítást kötni, elsősorban a saját egészségünkre, testi épségünkre vonatkozóan, melyik országok esetében kell biztosítást kötnünk? Így van, tehát hogyha utazunk külföldre, tehát Szerbián kívül mindenhol érvényes lehet az utasbiztosítás. Van egy általános idézőjelbe tett tévhit, hogy valahova kell, valahova nem kell biztosítást kötni. Elméletileg létezik országok közötti szerződés, ami az egészségünket illeti, de gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha mi szeretnénk ezekkel a jogainkkal élni, akkor jóformán kismillió papírt kell, hogy kivegyünk az orvosoktól, mindenféle orvostól, bizonylatot, hogy mi egészségesek vagyunk, akár még a fogorvostól is, és mire ezt mi körbejárjuk, az eltarthat hónapokig is. Na, hogy ezt elkerüljük, ezért mi a biztosításba dolgozó szakemberek ajánljuk minden országba, minden utazás alkalmával előtt, jobban mondva, hogy kössenek az emberek utas egészségügyi biztosítást. Azt mondja, hogy utazás előtt mennyivel kell, ez számít? Így van, tehát körülbelül 2-3 nap is elég, de aki nem szeretné az utolsó pillanatokra, utolsó napokra hagyni az ilyen ügyek intézését, az akár egy hónappal, vagyis 30 nappal az utazás indulás előtt megteheti. Ugye nyaralások aktuálisak, tehát Horvátországba, Görögországba, Montenegróba, az utóbbi időben Albániában nagyon sokan terveznek nyaralást. Ilyenkor egy családi nyaralás nem túl költséges, körülbelül 2-2,5 ezer dinár egy egész család számára. A 10 nap, 7 nap nagyjából, tehát hát egy teljes nyaralás ideje. Én egy 10 napot számolnák. Ezekben az országokban egyforma összegbe kerül? Egyforma összegbe kerül. A biztosítók többnyire kétfajta tarifával dolgoznak, az egyik ugye a 10 ezer eurós, a másik pedig a 30 ezer eurós fedezet. Ügyfél kérheti, hogy akár a 30 ezer eurós fedezetet kapja a horvátországi, vagy a görögország, akár magyarországi nyaralás alkalmával is. Mit jelent ez a 10 ezer meg 30 ezer euró? Tehát, hogy az ellátásra költött keret, az eddig mehet el, eddig fedezi a biztosító? Így van, így van. Tehát az a maximális keret, amiben bele kell férnie az orvosi ellátásnak, akár egy operációs költség, egy kórházi elszállásolás, gyógyszerek, hasonló. Itt nagyjából mekkora költségekről beszélünk? Tehát mondjuk egy görögországi lábtörés, az mennyibe kerül? Hát ez attól is függ, hogy hol történik, illetve hogy milyen súlyos ez a lábtörés. Vannak esetek, amikor egy lábtörésnél tehát az egészségi állapotot stabilizálni lehet, a személy szállítható állapotban van, és akkor ilyenkor a biztosító állja a hazaszállítás költségeket, hosszú távú kórházi ellátást, azt nem fogja a biztosító fedezni. De hát akkor fedezni. Azt már Szerbiában kapja meg azt már Szerbiában történik tovább, ami külföldön történt, tehát külföldi költséget illeti, illetve a hazaszállítást fizeti a biztosító, a további szerbiai ellátást azt már a szerbiai társadalom egészségbiztosítás fedezi, így van. Akkor mit szokott javasolni, a 10 ezer euróst kössék meg inkább, vagy a 30 ezrest? Vagy mi a jellemző? Mi a gyakorlatban a környező országokban, tehát ismétlem, Magyarország, Horvátország, Montenegro, Albánia, Görögország tekintetében általában 10 ezer eurós fedezetet szoktuk ajánlani. A 30 ezer eurós fedezetet a távolabbi desztinációkra, ilyen különlegesebb helyekre, illetve a nyugat-európai országokba szoktuk javasolni. Mert hogy drágább lenne eleve az egészségügyi ellátás. Jóval magasabb költségek jelennek meg. Az árban nincs túl nagy különbség. Tehát az előbb említett 10 napos, tegyük föl, görögországi családi nyaralás 10 000 eurós fedezettel volt példa, tehát ez a 2000-2500 dinár,
Tegyük föl egy 30 ezer eurós fedezetnél, ez 2500 helyett mondjuk 3000-2300 dinár. Tehát nincs nagy különbség. Az elmúlt években felajánlották a COVID-biztosítást is, ez még létezik? Igen. Hát a COVID-biztosítás létezik, tehát benne vannak a tarifákban, van lehetőség, egy kis Jócskán felárat. Jócskán megemelte az árat. Hát annak idején Jócskán megemelte, az 50%-os felárat kellett fizetni, tehát megemeltem. Jelen pillanatban 35%-os felárral dolgozunk. Hogy de akkor ezt nem kötelező kérni, ez csak egy lehetőség. Ne, ez csak egy opció, tehát ezt lehet kérni. Igazából az ügyfelek nagyja mostanában nem is kéri, nem igényli. Ebben a COVID témában azért nem tudunk mi se túlságosan sok tanácsot adni, hiszen nem tudhatjuk, hogy újra felüti a fejét ez a COVID, tehát a fertőzöttek száma emelkedik-e nagy számba, vagy csak kis számba, tehát nem tudjuk. Úgyhogy a COVID létezik, de jelenleg nem annyira aktuális, tehát nem foglalkoznak annyira vele az ügyfelek, sőt nem kérik. Amikor megkötjük a biztosítást, akkor milyen dokumentumokat kell magunkkal vinni? Ami a legfontosabb, amit tudni kell mindenkinek, tehát hogyha a Szerbiába kötünk, szerbiai biztosítóval kötünk külföldi utazási egészségügyi biztosítást, akkor tehát nekünk az úti okmányunk a legfontosabb, tehát mondjuk a szerb útlevelünk. Ha úgy döntünk, hogy nem szerb útlevéllel, ami mondjuk tipikus itt Észak-Vajdaságban, hogy kettős állampolgárságú személyek magyar igazolvány, magyar útlevéllel, vagy esetleg horvát útlevél, ez is előfordulhat, szeretnének utazni, megtehetik, tehát van rá lehetőség. Abba a biztosítóban, ahol én dolgozok, van, nem mindegyik biztosító vállalja, nálunk van rá lehetőség, viszont ott nagyon fontos, hogy tehát hogy az a magyar útlevél igazolvány mellett még a szerb állampolgárságát bizonyító okmánya is nála legyen, az okmányszámot fel kell, hogy tüntessük a biztosítási kötvényen. Most ez a gyakorlatban a felnőtt személyeknél, tehát a nagykorú személyeknél szerb igazolványt jelent, a kiskorúaknál pedig szerb, tehát betegkönyvet, ahol a személyi LBO száma szerepel, tehát az egészségügyi, társadalom egészségügyi biztosítási száma a gyermeknek. Ja, az is előfordulhat, hogyha utazási iroda szervezi magát az utazást, hogy ott a csomagban eleve benne van a biztosítás. Erre igen, hogy kell odafigyelni? Igen, ez elképzelhető. Habár a gyakorlat azt mondja, az utóbbi egy-két évben egyre inkább nincs benne a biztosítás az utazási irodák csomagjába. Én most megvilágítanám, tehát azt a pontot, amikor az ügyfél, tehát befizet egy utazást, és tegyük föl, kap egy biztosítást a csomagba. Nagyon jó utána érdeklődni, hogy melyik biztosítóval kötötte meg az utazási iroda, hogy annak van egy hagyománya egy olyan biztosítónak, vagy egy ismeretlen. Uh-huh. Mindenféleképp utána kellene nézni, vagy interneten, vagy élőbe a bizonyos város kirendeltségébe utána érdeklődni a feltételekről, mert különféle biztosítók teljesen más feltételeket szabnak. Tehát különbözők lehetnek a biztosítási összegek, tehát hogy mennyire vagyunk, 10 vagy 30 vagy akármennyire biztosítva, hogy tegyük föl, van-e önrész, vagy nincs. Na most ez az önrész dolog, ez is egy külön történet, hiszen tegyük föl, annál biztosítanál, ahol én dolgozom, ott nincs önrész. Tehát gyakorlatilag akár az 5-10 eurós, 50, bármilyen költségeket, ugye 10 vagy 30 ezer euróig fedezi a biztosító. 100%. 100%, így van. Viszont más biztosítók akár ugye csalogathatják az ügyfeleket minimális, kisebb összegekért, azzal a feltétel, amit sokszor vagy megmondanak, vagy elhallgatnak, vagy a kisbetűs rész valahol, lent a lap alján, a biztosítási kötvény alján, hogy bizony van 50, 100 vagy akár 200 eurós önrész is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha bármifajta egészségügyi költségünk merül fel, és nem haladja meg azt a 100-200 eurót, a biztosító nem fizeti ki, illetve ha egy kezelési költség példának okája 500 euróra rúg, akkor abból 200-at vagy 100-at nem fizet ki, csak a különbözetet. Utazzunk most el. Ugye visszük magunkkal azt a dokumentumot, amit kaptunk a biztosítótól. Így van.
Mit kell tenni, hogyha nyaralás alkalmával megtörténik a baj? Igen. Hát a mi praxánk a következő. Tehát a utasbiztosítási kötvényt egy kovertába tesszük. Magán a kötvényen is, tehát a papírlapon is, illetve a kovertán, amit átnyújtunk az ügyfélnek, szerepel a telefonszám, amit hívni kell, tehát ahol feltétlenül jelentkezni kell, hogyha bármilyen egészségügyi problémánk adódik. Na most megeshet, hogy nem tudjuk fölhívni, mert olyan a szituáció, hogy egyszerűen rohannunk kell, és nincs idő azon gondolkodni, hogy most mit hívjunk, mit ne hívjunk. Ilyenkor én azt szoktam tanácsolni az ügyfeleknek, hogy ha más nem, akkor ezt a kovertát, vagy magát a biztosítási kötvényt, tehát nyomják az orvos kezébe, adják a tudtára, hogy ő nekik van biztosításuk, hogy így elkerüljék, hogy a helyszínen megfizettessenek velük bizonyos költségeket. Főleg, hogyha ezek nagyobb költségek, akár több száz eurós, vagy több ezer eurós költség is lehetnek, senki nem várhatja el az átlag embertől, hogy annyit vigyen magával külföldre. A gyakorlatban úgy szokott kinézni általában ilyen kis költségek, tehát ilyen 5-10 eurós valami kis gyógyszert kell, volt rá példa, kislányt megcsípte a méhecske, egy kis kenőcsöt vagy valami ilyesmit kell venni, krémet. Ez ilyen kis költségeket akkor általában már azon a telefonon keresztül is a kollégák tanácsolják, hogy vegyék meg a gyógyszert, az 5-10 euró számlát őrizzék meg. Az utazás véget érte, amikor visszajönnek ugye a Szerbiába, akkor benyújtják a biztosítónál, és visszakapják, tehát úgymond refundálják ezt az összeget. Tehát, hogyha felhívjuk ezt a számot, akkor ez egy szerbiai szám lesz, a biztosító társaságnak a munkatársa, aki igazából megmondja, hogy mi a teendő. Igen, így van, szerbül beszélnek, tehát... Nem kell megijedni, hogy akkor egy görög nem, akárhova utazunk, tehát akár nyaralás egy Görögország, de akár egy amerikai vagy ausztrál, egy japán útra is elmehet, üzleti út, vagy akár kirándulásra, ott is azon a számon szerbül fognak velünk beszélni, hiszen Szerbiába kötöttük ugye a biztosítást, és ott megmondják, hogy így van, mi a következő lépés. Azért visszatérnék az előző témára, tehát hogyha nagyobb költségek vannak, tehát megint csak hangsúlyozom, több száz, több ezer eurós költségek, akkor nem kell, hogy kifizetjük. Tehát ott meg vagyunk kímélve attól, hogy nagyobb összegeket kelljen a saját pénztárcánkból kivenni, ott automatikusan biztosító fogja fedezni a költségeket. Pedig hallani sok ilyen történetet, hogy valakik úgy szedték össze a nyaraláson a pénzt, hogy kifizessék az orvost, mert hogy azt mondta a biztosító, hogy utólag fedezi, akkor itt valami nem stimmel? Nem, stimmel, de viszont itt térnék ki arra, amit az előbb is említettem, hogy nagyon fontos, hogy melyik biztosítónál kötjük meg a biztosítást. Van-e hagyománya az országunkban a biztosítása, vagy nincs hagyománya? Tehát itt nagyon sok biztosító létezik, nagyon sok biztosító próbálkozik eladni biztosítási csomagokat, de én megint csak azt ajánlom, hogy nézzünk utána, hogy egy komoly tradícióval rendelkező biztosítóba kötünk, és a feltételeket, biztosítási feltételeket feltétlenül az utazás, vagy hogy mondjam, az utas biztosítás megkötése előtt tudjuk meg, a feltételt kérdezzük meg. Tehát ne bízzuk a véletlenre. Nem tanácsolom mai napig se az online biztosítás rendelését, talán az a legtöbb ilyen problémával járhat. Személytelen, nem tudjuk kihez kell fordulni, nincs jól elmagyarázva, el vannak hallgatva ugye ezek a kisbetűs pontok. Úgyhogy én is hallottam egyébként ilyen történeteket mások ügyfelektől, akik máshol kötöttek biztosítást, meg voltak győződve, hogy minden fedezve van külföldön, és sajnos, mikor megtörtént a probléma, akkor ugye a nyakukba akartak varni nagy költségeket. Ez nálunk, tehát hogy mondjam, egy komoly biztosítónál elő se fordulhat. Tehát ez szinte lehetetlenség. Tudunk mondani néhány konkrét példát, amikor minden rendben ment? Igen, természetesen. Nekem visszatérő ügyfeleim vannak, akikkel együtt dolgozom, és visszatérő információkat tudok elmesélni. Tehát volt rá példa, amikor anyuka, két gyermekes egyedülálló anyuka külföldre ment rokon látogatóba, a gyerekek megbetegedtek,
valójában nem volt nagy probléma, tehát nem volt törés, nem volt ilyen operáció hasonló, de betegség volt. Ott a biztosító embereit fölhívták, tehát a bizonyos telefonszámot, amit említettem, az orvosok is egyeztek minden, semmit nem kellett, hogy fizessenek. Annyit mondtak, hogy meg kellett adni a szerbiai lakcímet, hogy majd kapnak számlát. Hazajöttek, utána pár hétre rá kaptak Németországból számlát, amit itt benyújtottak a biztosítóba, szabadkai kirendeltségbe, és tovább gondja a egyedülálló anyukának nem volt. A biztosító mindent kifizetett, többet levelet nem kapott. Komolyabb esetekről is tudunk példát mondani? Komolyabb esetekről is tudunk példát mondani. Volt ügyfél, személyes ügyfelem, Franciaországban történt az eset, egy autóbaleset alkalmával eltörte a kezét. Na most ott volt egy 2 hetes kórházi ellátás, mind a mellett ugye, hogy a gyógyszereket is meg kellett vásárolnia, és mikor stabilizálták az állapotát, tehát hordozható helyzetben volt, akkor külön erre előlátott autóval Franciaországból elszállították Szerbiába, szintén semmilyen költséget nem kellett, hogy álljon saját zsebéből, a biztosító ott is mindent kifizetett. Nem sok időnk marad, de még 2 fontos dologról beszéljünk. Az egyik az autónk biztosítása, tehát hogyha saját személygépkocsival megyünk nyaralni, akkor milyen biztosítást érdemes kötni? Így van, ez is egy fontos dolog. Tehát, hogyha a család vagy akár én egymagam úgy döntök, hogy szeretnék elmenni nyaralni, és nem utazási irodán keresztül, hanem saját szervezésbe, saját gépjárművel megyek, akár kirándulni, akár nyaralni, akkor nagyon fontosnak tartom, hogy kössek biztosítást ugye a gépjárművemre. Na most, ha nem szeretnék azért egy ilyen költségesebb, úgymond full kaszkót kötni a gépjárművemre, mert azért az több pénzbe kerül, az majd egy másik műsor alkalmával, akkor megtehetem egy igazán jutányos áron, egy úgynevezett segítség az úton nevű biztosítási csomagot tudok kötni az autómra, a gépjárművemre. Ezek árkategóriában van egy A meg B variáció, az olcsóbb az körülbelül olyan 1700-800 dinárba kerül egy teljes évre, tehát ezt nem lehet csak egy bizonyos kis periódusra kötni, a teljes évre, illetve van a B variáció, ami ennek duplája, tehát az olyan 3500-600 dinárba kerül egy teljes évre. Az ártól függően nagyobb ugye biztosítási határokon belül fizet a biztos a költségeket. Na most, mit akar? Hát egy ilyen segítség az úton biztosításba, hogyha az autónk útközben leáll, elromlik, akkor a kisebb helyszíni javításokat állja a biztosító. Továbbá, ha nem lehet megjavítani a helyszínen, akkor a vontatási költségeket állja a biztosító az első gépjármű javítóig, ha úgy mérik föl, hogy meg lehet javítani, ha úgy mérik föl, hogy nem, akkor viszont a házunkig. Tehát a biztosító fizeti ugye a vontatást. Tehát, hogyha az én autóm lerobban valahol az albán hegyekben, és fölhívom a számot, akkor oda eljönnek és elvontatnak? Így van. Tehát az albán hegyek az még relatív közel is van, de akár ugye mi elmehetünk autóval még Angliáig is, és ha épp ott áll le az autónk, akkor a vontatást fizeti a biztosító, illetve az előbb említett kisebb helyszíni javításokat. Na most van még pár költség, amit fizet a biztosító, az ilyenek, hogyha tegyük fel az autót, nem lehet megjavítani, de viszont nekünk sürgős dolgunk van, akkor tovább utazási költségeket, tehát autóbusz, vonatjegy, hasonló dolgokat fizet a biztosító. Ha várakoznunk kell, még autónkat javítják, tehát gépjárművünket javítják, akkor a szálloda elszállásolást is fizet a biztosító. Ha az autónkat ott kell hagyni olyan helyen, ahol parkolunk, akkor parkolási költségeket is fizet a biztosító. Szóval ebben van egy csomó dolog, amiért megéri. Tehát, hogyha összehasonlítjuk, hogy mennyibe is kerül, meg hogy mennyi minden van benne egy ilyen biztosításban, akkor mindenféleképp megéri megkötni.
Ezt a biztosítást bárhol egyébként meg lehet kötni, függetlenül attól, hogy hol regisztráltuk, tehát hogy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást hol kötöttük. Bármelyik másik biztosítóban meg tudunk kötni egy ilyen segítség az úton biztosítást. Még néhány mondatban beszéljünk arról, hogy mi van a házunkkal, lakásunkkal addig, amíg nem vagyunk otthon, ugyanis könnyen a betörők áldozatává válhatunk. Ha betörés ellen biztosítjuk a házunkat, akkor kétfajta kárt tudunk megfizettetni. Tehát az egyik az, amikor a nyilászárójainkat mondjuk megrongálják, tehát ajtóablakot úgymond betörik, összeverik. Habár nekem volt olyan ügyfelem is, ahol a tetőn keresztül a betörők úgy lopóckodtak be a házba, padláson keresztül hasonló, tehát ott is kárt tettek ugye a tetőszerkezetbe. Tehát egyik ugye az épületen károk jelentkezhetnek, a másik meg, amit ellophatnak ugye a házunkból vagy a lakásunkból. Na most itt valójában a biztosító fizet mindent, tehát ami egy klasszikus háztartásban szereplő tárgynak minősül, ami nem egy kültéri, tehát nem egy ásó lapát hasonló, hanem amit az emberek használnak a háztartáson azt belül. Hogy szokták felmérni, vagy én hogy bizonyítom, hogy egy laptopom volt, vagy három? Igen. Na most, itt tudni kell azt, hogy amikor nálam, tehát valakinél történik egy betörés, akkor az első, amit tennie kell, ha volt, ha nem volt ugye biztosítása, hogy a rendőröket hívja. Tehát ez kutya kötelessége minden állampolgárnak, a rendőröknek jelenti a betörést. A rendőrök helyszínelést folytatnak, a helyszínelés után úgy egy rendőrségi jelentést fognak elkészíteni, és a rendőrségi jelentés később hivatalos úton a biztosítóba kell, hogy kerüljön. Nagyon sok ember nem tudja, vagy nem is gondolna, hogy a rendőrök mikor nyomoznak, mert van egy bizonyos nyomozási időszak, ez pár hétig el szokott húzódni, ilyenkor nem csak harmadik ismeretlen elkövető ellen folytatnak nyomozást, hanem azt is kivizsgálják, hogy nem véletlenül a háztartásban szereplő személyek próbálnak biztosítási csalás vagy egyéb más dolog miatt bejelenteni lopáskárt. Megjegyezném, hogy sajnos olyan tapasztalatom is volt, mikor egy ügyfelem szerette volna bejelenteni a lopáskárát, és a rendőrök kiderítették, hogy a jó ember a saját technikai tárgyait a szabadkai piacon próbálta eladni, ugye így értékesíteni, egyrészt pénzhez jutni, másrészt a biztosítótól is szerette volna fölvenni a kártérítést. Hát ez nem megy, mert ugye a rendőrség emberei lefülelték, úgyhogy nem jutott ide a dolog. Tehát nem éri meg trükközni. Nem éri meg trükközni, és a legvégén, tehát egy konkrét válasz a kérdésére, tehát mikor a biztosító megkapja a rendőrségi jelentést, és ott feketén-fehéren tételesen feltüntetve írja, hogy miket és milyen összegbe loptak el az ügyféltől, biztosítónak kutya kötelessége kifizetni. Hozzátenném, hogy ha számlánk van a bizonyos, tegyük föl, számítógépemről, telefonomról, vagy valamilyen ilyen tárgyaimról, akkor ott bizonyos ugye amortizációs összeget levonnak, mert nem ugyanannyit ér egy 10 éves számítógép, mint egy éves számítógép. Tehát az értéke nem ugyanaz. Ha nincs számlám, akkor a biztosító fenntartja a jogot, hogy 50%-ot fog levonni az átlagos árából. Ez még talán egy másik műsornak is lehet a témája, hiszen gondolom ez is sokakat érint. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, önök pedig hallhatták, érdemes biztosítást kötni saját maguk és családjuk egészségére, testi épségére, emellett autónkra és lakásunkra is, hogyha nyaralni megyünk. Köszönöm, hogy minket választottak, további kellemes tévénézést kívánok!